Szerdán Debrecenben az Audi Eto megszerezte mind a két bajnoki pontot, és alig 48 órán belül ismét idegenben kell pályára lépni. Danyi Gáborhoz, a csapat edzőjéhez fordulok. Hogy készültök erre a sűrű programra ismét a Vasas ellen? Hát ahogy a legjobban föl lehet használni ezt a nagyon rövid időt, hiszen ne felejtsük el, hogy mind a két mérkőzés idegenben van. Ez a Debrecen sincs túl közel, és a pénteki Vasas elleni mérkőzésünk is idegenben lesz Budapesten. Hát a leghasznosabban is az aktív pihenést kihasználva próbálunk úgy készülni, amit teljesen természetesen, teljesen komolyan és teljesen hozzánk illően vesszük a Vasas ellen, hiába az utolsó helyek egyikén áll a Vasas. Nekünk minden mérkőzés egyformán fontos. Viszont legalább annyira kell figyelni, hogy a meglevő játékosaink és a meglevő értékeink ne használódjanak el, ha szabad ezt a csúnya szót használni, és minél jobban megóvjuk őket, és a pihenés és a regeneráció, inkább azt gondolom, az fog most főszerepet játszani. Ez elsősorban a holnapi napnak a jegyében ez fog telni. Mennyire lehet ilyenkor egyébként csak pihenni, és mennyire kell kimondottan készülni a következő csapatból? Kell mind a kettőt, és aki ismeri az Ambrost, az tudja, hogy önálló nincs olyan, hogy ismeretlenül megyünk bárhová, és ennek az elegyét kell a pihenésnek és a felkészülésnek megtalálni azt az arányt, ami az optimális. Én azt gondolom, most talán a pihenés és az aktív regenerációnak lesz a nagyobb szerepe, tiszteletbe tartva még egyszer a Vasast, hiszen egy NB1-es csapatról van szó, idegenbe megyünk, megadjuk nekik a tiszteletet avval, hogy nagyon komolyan vesszük őket.